csak egy 5-1-es vendéggyőzelemmel képzelhető el hosszabbítás és esetleg büntető rugások. Hát valljuk meg őszintén, erre talán még a legelvetemültebb, a legvérmesebb debreceni szurkolók sem gondolnak. Mondjuk egy 6-2-es debreceni győzelemmel pedig már a hajdúságiak várhatnák a finálét. Kék nadrágban, piros felső részben tehát a Videoton együttese. Azonnal egy borzasztóan rosszul visszatett labda, amire Seydi csapott le rá, és kis hián megszerzi a vezetést a debreceni csapat. Hát erről beszéltem, és ezt mondta Gomes is, hogy a felén vagyunk túl a küldetésnek, van még egy visszavágó, álljunk meg a menet. Gomes, óriási labda, Lupita, ez már gólhelyzet, és kapufa! Aztán Paraibajon összecsuklik az 5,5-esen belül, hát meg kell nézni a lassítást. Na nézzük még egyszer, a 6.-7. lassítása sem lehet teljesen egyértelműen állást foglalni, de azt gondolom, hogy itt úgy látszik, mintha teljes térfogatával a gólvonal mögé pattant volna a labda. És azonnal be is csavarja. Ú, mekkora lukat rugott Tisza. Lupita, oldalháló. Ez már biztosan nem volt benne, ezt kimerem jelenteni teljes felelősségem tudatában. Gyönyörű Cselkovácstól, gólhelyzet, és lábbal Tuivel. Ez is helyzet volt a debrecenieknek. Ismét Gyurcsó szamadrugása. Ott van még egy fejes Vinicius. Ez Videoton helyzet volt. Két hazai játékos előtt elsuhant a labda, de jött Vinicius. Remek indítás, nincs les, Gyurcsó szenzációs gólt szerez, vezet a Videóton. Ezt parádésan csinálta a válogatott szélső. Hölgyeim és uraim, tisztelt szurkolók, a találkozó 38. percében megszerzi a az első félidő 38. percében, tehát van mire kortyolni. Megvan a fehérváriak vezető gólja. Kovács megy ki rá. Jó a beadás Ferenci felé, a fejes is. Seydi picit elbújt. És aztán Ferenci fejelt. Ez helyzet volt. Vadnai. Kutyaszorítóba jól oldja meg. Tisza lő. Haj, mekkora kapufa! Az áldóját neki. Azt a felső lécet mind a két csapat megdöngette ezen a mérkőzésen. Szép lefordulás, Kovács! Ha! Ma nincs szerencséje. Még nem adja, cselezget egy keveset. Most tíveli oda Lupétához, Oliveira. Aztán fejjel Lupita! Jézusom! Hova lőtte Lupita? Majdnem kisbolygó lett belőle. A Videóton a második mérkőzést is megnyerte Gyurcsó Ádám góljával, és így összesítésben 6-1-jel jutott a döntőbe.